Mátyás király és a varga. Élt Buda várában egyszer egy szegény varga. Elhatározta, hogy varr egy szép parádés csizmát, s elviszi a királynak ajándékba. Mikor a csizma elkészült, a karjára vetette, s megindult a várba. Csak hogy a vár kapujában útját állotta az őr. Hova, hova, szegény varga? Mátyás király elejbe. Ezt a pár csizmát viszem neki ajándékba. Beeresztelek én, de csak egy feltétellel, mondta az őr. Mit kívánsz? Csak azt, hogy amit a csizmáért kapsz, a felét nekem adod. Mit tehetett a varga, megígérte, s ment tovább. De a király szobája előtt megint találkozott egy őrrel, az is megállította, s akárcsak a másik őr a felét kérte annak, amit majd a csizmáért kap. A varga neki is megajánlotta. Végre bejutott a varga a királyhoz, s odaadta a csizmát. Mátyás király úgy megörült, hogy mindjárt fel is próbálta. Az a csizma úgy állott a lábán, mintha ráfestették volna. Mivel ajándékozzalak meg ezért a szép csizmáért? Kérdezte Mátyás király. Ha meg nem sértem, felséges királyatyám, 100 botütést adjon nekem ajándékba. A király nem akart hinni a fülének. 100 botot kérsz ezért a gyönyörű csizmáért? Én azt, mondta a varga. Csodálkozott a király, mert botot ugyan adományozott ő nem is egyszer, de sohasem kérésre. Végezetül megvonta felséges vállát. Hát, mondta, ha neked ilyen furcsa gusztusod van, én nem bánom. Szólt mindjárt az udvarmesternek, az meg a szolgáknak. A szolgák hozták a derest. Aztán jött a 4 hajdú, vígan, hogy ők majd elhegedülik a varga nótáját. Na öreg, feküdjön le, bíztatták. Nem engem illet a 100 bot, felséges királyatyám, szólalt meg a varga, hanem azt a 2 őrt, aki ide bebocsátott, mivel hogy azok felét-felét elkérték annak, amit a csizmáért kapok ajándékba. Megígértem nekik, nem rövidíthetem meg őket. No, a hajdúk gyorsan deresre húzták a 2 őrt. Egyiknek is, másiknak is hűségesen leszámolták az 50 botot. A varga pedig kapott egy szakajtó aranyat a királytól.